Vasárnap időközi választást tartanak Újszent Ivánon, a szerb határhoz közeli településen. Azért kell új képviselőtestületet és polgármestert választani, ugyanis az előző település vezetőt letartóztatták, jelenleg költségvetési csalás miatt van ellene eljárás. Szinte kihalt a hőségben Újszent Iván, a helyiek mégis szívesen beszélnek a vasárnapi voksolásról. Épp máma kaptuk meg a papírt, de nem olvastam el röndösen, de sok független van benne. Meg a Mónika, az a Fidesz, akkor melyik Fidesz még, nem tudom, de sok, öten indulnak polgármesternek, és akkor, na, öten indulnak, és ebbe a Mónika fideszes. De ő nagyon, szóval, hát szerintem ő a legalkalmasabb, nagyon a nép mellett áll, meg jogot tanult, meg mit tudom. Baráti Jánosné Ulbert Mónikáról beszélt, ő a Fidesz hivatalos jelöltje. Ezen a videón épp az igazságügyi miniszterrel találkozik, pontosabban Varga Judit járt Újszent Ivánon. De nem csak ő, a fél kormánypárt felvonult a jelölt mellett. Ulbert Mónika közösségi oldala szerint helyreállítaná Újszent Iván közösségi életét, békét szeretne és megoldaná a pedagógus krízist. Hiába kértünk tőle interjút, a megbeszélt időpontban hívtuk, de nem ért rá. Ulbert mellett négyen pályáznak a polgármesteri székre, ami azért üresedett meg, mert Putnik Lázárt és társait letartóztatták. Az ügyészség szerint Újszent Iván 222 millió forint vissza nem térintettő támogatást kapott 2017-ben munkásszálló építésére, a projekt 371 millió forint volt. A polgármester a beruházást túlárazta, a szálló 258 millióból kész lett, a maradék 113 millióból 10 milliót egy szociális szövetkezet kapott, 70 millió a polgármester saját cégéhez vándorolt, társasházakat építettek, ingatlant vettek belőle. A helyi közéletben jártas egykori nyomozó Rusin Csaba szerint ez nem minden. A kormánypárti polgármester jelölt csapata szerinte kifogásolható. Az én véleményem szerint ebbe csak egy mocskos dolog van, hogy a dr. Ulbert Mónika csapatába kettő olyan fő is van jelen pillanatban, aki hosszú éveken keresztül Putnik Lázárral együtt dolgozott, a választási csalásért okirat hamisítással elítélt. Balog Istvánné, a postahivatal jelenlegi vezetője, amit tudjuk, szintén a Putnik család tulajdonában van a postahivatal, ő is Fidesz logóval indul most a választáson vasárnap. Rusin szerint Putnik a megyei vezetéssel Bartók Csabával ápolt jó kapcsolatot. Az ex-nyomozó úgy véli, sok pénz oda veszett a településen. Nekem meggyőződésem, hogy a nyomozás befejezésekor óriási balhé lesz, ha kiderülnek azok a nevek, akit most az egri várhoz hasonlóan védenek az önkormányzatnál, mert véleményem szerint még egy 60 olyan bűncselekmény van jelen pillanatban ment a hivatalba, fiktív tankolási számlák, fiktív Európa Uniós pályázatok és tanácsadói szerződések, amit jelen pillanatban a nyomozóhatóság még nem vizsgál. Ezt valamilyen szinten meg kell védeni. Ezért történhetett meg az, hogy a Fidesz alapszervezet döntésével ellen szembe ment a Bartók Csaba, és 12 órán belül megnevezte a Fidesz logót viselő személyeket, és kialakította ezt az állapotot, amiben jelen pillanatban vasárnap felé haladunk. A helyi Fidesz döntése a közösségi oldalon olvasható. Azt írják, mikor megtudtuk, hogy mikor lesz az időközi választás Újszent Ivánon, összeült a helyi Fidesz csoport Bartók Csaba jelenlétében, és Bodó Imrét egyhangulag megszavaztuk polgármester jelöltnek. Bartók Csaba már akkor cinikusan kijelentette, hogy ez nem fog menni. De mi akkor úgy gondoltuk, hogy egyhangú szavazás ellen nem fog keresztbe tenni nekünk. De sikerült. Így indul függetlenként Bodó Imre. Az a Bodó Imre, aki korábban Tiszasziget polgármestere volt, majd vezette a Szegedi Járási Hivatalt, 2006 és 2014 között országgyűlési képviselő volt. Legutóbb 2020-ban merült fel a neve, amikor arról írtak a lapok, hogy elveszthetett egy belső szavazást Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke, ugyanis nem ő, hanem Bodó Imre kapta a legtöbb voksot a keddi szavazáson, ahol a választókerületi elnök személyéről döntöttek. Mégsem Bodó lett az elnök, vele interjút beszéltünk meg, amit az utolsó pillanatban személyes okokra hivatkozva lemondott. Akad olyan helyi, aki szerint mégis Bodó a nyerő. De nem az a fontos egyébként, hogy ki lesz a polgármester, hanem kik lesznek a képviselők. Ugye? Az a lényeg. A képviselők,
ha nem hajlanak oda, mint ahogy az előző kormányban oda hajlottak, hogy a Lázár azt csinálta, amit akart, akkor nincsen semmi gond. De a képviselő az azért van, hogy segítse a polgármestert, vagy gátolja. Ugye, ők megtehetik. Most ha ez a csapat bekerül, akkor az biztos, hogy független attól, hogy ki fogja megnyerni a választást, mint polgármester, akkor ez jó csapat lesz, és akkor újra föl fog virágozni a falu, mert ez föl volt virágítva. Itt nagyon rendes emberek laktak, szerették egymást az emberek, segítették egymást az emberek. Ha most a Lázár a régi polgármester, az jól szétletezt mindent. Édesapja DK-s képviselő Szegeden, Binszki mindenkihez akar szólni. Szerint egy pártoktól független polgármester a település érdekét szolgálná. Engem ugye az motivált leginkább, hogy amikor én még, hogy mondjam, mindennapok voltam, és fiatalabb voltam, egyetemista, akkor azt tapasztaltam, hogy nem állnak szóba a lakossággal. Nem beszéltek, nem kérdezték meg a véleményüket, engem az akkor nagyon zavart. Én a korábbi polgármesternek, aki volt, és akit most letartóztattak, neki valójában én vele sose találkoztam, neki nem is szurkoltam. 2019-ben már gondolkodtam azon, hogy elindulok, és akkor nem tettem ezt meg, mert ha elindultam volna, megosztottam volna azt az ellenzéki oldalt, aki akkor volt. Ezt nem tettem meg, a Bodó Imre akkor egyedül indult, nem tudott nyerni. Most viszont én úgy gondolom, hogy 2022 van új, hogy mondjam, új a felállás. És itt már azt mondom, hogy 30 éves vagyok, megcsináltam a jogi egyetem után a kötelező szakmai gyakorlatot, eljutottam egy olyan pontra az életemben, hogy ezt be tudom vállalni. És békét szeretne az újszentiváni születésű Binszki Olivér is. Én azt mondom az embereknek, hogy döntsék el, hogy ők kiben bíznak. Ez volt 2019, és akkor két acsarkodó polgármester, két acsarkodó csapat bekerült 3-3 mind a kettőből, innentől kezdve egyik se tudta megcsinálni igazán, amit szeretett volna, és egy harc volt gyakorlatilag a képviselői munka, a képviselőtestületi munka. Ha most nem én nyerek, hanem valamelyik másik polgármester, akik most a Facebookon egy elég agresszív kampányt folytatnak, és oda-vissza bántják egymást, gyűlölködést keltenek, és mondjuk úgy nyernek, hogy nem sikerül a kis számításuk, és nem az lesz, hogy a saját csapata lesz többségben, hanem mondjuk nyer, de a másik csapat lesz többségben, onnantól kezdve megint ott tartunk, onnan elindultunk. Ölni fogják egymást, káosz lesz gyakorlatilag a testületben valószínűleg. Én ezzel szemben nagyon figyeltem arra a kampány során, meg egyébként is, hogy soha nem rúgtam bele egyikükbe sem. És soha nem, és egyiknek sem vagyok a lekötelezettje. Na most ebből az következik, hogy nekem olyan szempontból mindegy, hogy kikerül be. Mert én azt fogom nézni, és az olyan kérdésekkel fognak szembe kerülni ezek az emberek, akik képviselőként bekerülnek, hogy hajlandóak a faluért dolgozni. Ulbert, Bodó és Binszki a látható jelöltek, plakátjaik vannak, mellettük még ketten indulnak. Macelkáné Minyó Judit az Együtt Újszentivánért oldalán azt írja, hogy szeretné az önkormányzat által megvalósítandó munkákról a helyi vállalkozók értesülnének és pályázhatnának. És szerinte erősíteni kell az önkormányzat, a lakosság, a civil szervezetek, egyházak, testvérvárosok, egyéni és társas vállalkozások egymás közötti együttműködését. Bartik Csabáról semmi sem derül ki. Újszentivánon vasárnap választanak.